Tízből kilenc ügyet egy éven belül befejeztek a Tolna vármegyében dolgozó bírók 2022-ben. Ez derült ki azon a sajtótájékoztatón, amit a minden esztendőben megtartott összbírói értekezet előtt tartottak Szekszárdon. A törvényszéken, valamint az alatta működő öt járásbíróságon 2022-ben összesen 14.949 eljárás indult, és ennél valamivel többet sikerült is lezárni. Legnagyobb mértékben a büntetőperek száma nőtt, két év alatt 103-ról 240-re, ami elsősorban az illegális migrációnak tudható be. Ötszörösével emelkedett a kiszabott vagyonelkobzásoknak az összege a tavalyi évben. Ez a költségvetési csalások és a tömeges bevándorlással összefüggő bűncselekmények miatt. De 58%-os emelkedés van a bevételeknél az ittas járművezetések, a kábítószerbirtoklás, a közokirat hamisítás miatt előírt követelések vonatkozásában, itt a pénzbüntetések mértékét is tekintve. A Szekszárdi az ország harmadik legkisebb törvényszéke, ami a személyi állomány létszámát illeti. Ennek ellenére kiemelkedő eredményeket érnek el az ott dolgozó szakemberek, ezt az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője mondta. A bírósági ítélkezés társadalmi elfogadottságát a megalapozottsági mutatók tudják a leginkább érzékeltetni, ami azt jelenti, hogy a Szekszárdi törvényszék vonatkozásában ez a jogerőre emelkedési arány szinte minden szinten és ügyszakban meghaladta az országos átlagot. Kiemelendő, hogy a járásbíróságok polgári, gazdasági ügyszakában az ügyek 93,5%-a ellen nem nyújtottak be fellebbezést az arra jogosult felek. Tolna vármegye bíróságain egyébként 242-en dolgoznak, közülük 52-en bírák, 190-en pedig igazságügyi alkalmazottak.